Szevasztok, Rikári vloggal jelentkezem Bécs külsőről, nem annyira külső, de nem is annyira belső. Wien Spittelau nevű városrészben vagyunk, és hát kiálltam egy kicsit ide a szemétégetőhöz, mert elittem a pénzt, és meg kell keresni a hazaútra valót. Ez volt a kultes része, meg a gyenge poén része a videónak. Körbe fogunk itt tekinteni, van néhány érdekesség, bár ez a pont, ahol elkezdtem a videót, ez nagyon zajos, úgyhogy nem is húzom az időt. Végezzük el ezt a körbetekintést. Ugye befogtak az autópályák Bécsbe, és itt futnak össze aztán különböző városi utak, és hát itt a Duna partján található tulajdonképpen Bécsnek a szemét égetője, és egy ilyen nagyon érdekes kialakítású történet, majd mindjárt közelebb fogunk menni, és akkor erről egy kicsit többet is fogok mesélni, de innen talán rá tudunk közelíteni, és láthatjuk, hogy azért egy eléggé gazdagon díszített épületről van szó, de mindjárt közelebb megyünk, és akkor mesélek róla. Fontos közlekedési csomópontjáról beszélünk itt Spittelauban. Látható alul, hogy mennek az autók, amit az előbb emlegettem, és itt fönn ugye az U6-os metró, amit egy másik videóban már egy kicsit valamennyire kiveséztünk, ex-Stadtbahn, bár ez a szakasz ugye nem volt Stadtbahn, és hát vonatok, S-bánok és U-bánok, tehát metrók is találhatók itt. A bal felső sarokban látszik, hogy itt ágazik el az út a Budapestre vezető autópálya felé. És hát akkor tekintsünk körbe. Hát ez a modernebb kivitelű épület, bármint a metró épület, az nem annyira érdekes és nem annyira különleges kialakítású. Bár ezek a beton viaduktok, ezek eléggé jellegzetesek, ugye a 70-es, 80-as évek bécsi metró építéséből, de maga az épület az nem túl jellegzetes, inkább funkcionális. De ami az érdekesség, hogy ugye itt az új építésű metróvonal, relatíve új építésű metróvonallal szemben, ha egy kicsit jobbra fordulunk, akkor ott látunk egy ilyen régi viaduktot. Ez volt ugye a Stadtbahn, és valaha ugye ezen a viadukton közlekedett, itt van egy elágazás, ami tulajdonképpen sose volt elágazás, hiszen amikor metró lett ebből a Stadtbahnból, akkor ugye az új nyomvonalra került, és ezen a útvonalon, pedig itt ezen a viadukt szakaszon, ahol ilyen egész szép magas a viaduk, itt viszont megszűnt a közlekedés, és azóta sincs, de nem bontották el, hát lehet, hogy ilyen műemlék jelleg, vagy ilyesmi miatt hagyták meg, és hát itt a belső részén már látszik is, de egyébként annyira nem túl látványos, jegyzik amúgy így az építészetben, meg híres valamennyire az épület, valamilyen híres angol építésznek a munkája, ez itt Viaduct House, vagyis Viaduct ház, hogy a viaduktra épült rá, de én annyira nem tartom különlegesnek. És akkor egy kis retro metró. Bár ugye nem retro, mert régi, ugye ezek eredeti kocsik. Akkor gyaloglogoljunk kicsit tovább, mert közelebbről is meg fogjuk a viadukt házat nézni, és az égetőt is közelebbről meg fogjuk nézni. Kicsit csapongok, mert itt történnek az események, ezért elnézéseteket kérem. És megpróbálom itt az utcazajt túl kiabálni. Úgyhogy fontos csomópont, S-bánok, U-bánok, itt láthattátok a képen is, és vonatok közlekednek minden felé, még Csehországba is, a Gmündi határátkelőn, még Csehországba is át lehet itt vonatozni. Hát ezt majd valamikor
lehet, hogy meg fogjuk tenni, mert így most ránéztem a térképen, és tetszett ez az útvonal, ilyen hegyes, völgyes vidéken egy darabig a Dunaparton, aztán meg hegyek között vezet a vasútvonal. És akkor itt a csapongásban, a témák, az egy helyben található témák közötti csapongásban, akkor menjünk közelebb ehhez a viaduktházhoz. Nekem majd mindjárt túloldalról is meg fogjuk nézni, nekem egy kicsit a bálna jutott róla eszembe. Az is egy ilyen régebbi házak közé beékelt, ugye ilyen modern épület, és hát egy kicsit nagy a kontrasztja. Én itt is egyébként megmondom őszintén, hogy ezt érzem. Én nem mondom, hogy ronda az épület, kicsit ilyen, mint a hajót ábrázolna. Meg úgy látom, hogy egy utazási irodának a jelképe van itt az épületnek a tetején. Tehát, hogy nem mondom, hogy ronda, de kicsit elüt egymástól a két stílus. És akkor itt megnézzük közelebbről is ezt a viaduktos részt. Egyrészt a hidat, másrészt a viaduktos vonalat is kicsit rápillanthatunk közelebbről, és megnézhetjük a kialakítását, hogy ilyen tégla boltívekkel kirakott, hát szerintem szép, és ugye kő a pilléreknél, vagyis hát a, igen, a pilléreknél, vagy a oszlopoknál kő borítással, és fönn a metróállomásokról, meg az S45 állomásairól jól ismert korlátnak a kis maradványai, néhol még megtalálható, ugye itt egy kicsit az eredeti. Ott is van graffiti, csak már elég régi. És akkor itt a szép szegecselt acélszerkezetes híd. Ezt egy kicsit így közelebbről megnézzük, és áthaladunk alatta, hogy rátekinthessünk a túloldalon is a magára erre az építmény. És akkor nézzétek meg, hogy ilyen szép és monumentális közelről egy ilyen szerkezet, ilyen jó kis szegecselt vas szerkezet, kétvágányú pálya vezetett, a Stadtbahnnak a pályája. Nem tudom, hogy meddig ment ez a vonal, hogy lehet, hogy elment Nussdorfig is, vagy csak egy darabig, ezt így nem tudom megmondani, pedig ránéztem reggel a Stadtbahnok történetére, csak ugye ilyenkor, amikor az ember elutazik egy másik városba, akkor annyi mindent olvasgat, meg annyi információ jön be, hogy megmondom őszintén, hogy nem tudok mindent megjegyezni. És hát itt is látszik, ugye itt a hajónak az orra, és a különböző stílusoknak a találkozása, ez mondjuk egy viszonylag érdekes pontja ennek a történetnek. Most ha ezen a kis gyaloghíd alatt át libbenünk, itt már kezdődik Bécsnek a Budája, ugye itt a domboldal, a hegyoldal. Ha ezen a kis, itt a gyaloghíd alatt átlibbenünk, akkor látszik majd, hogy hogyan próbálták beintegrálni a régi viaduktot az új építészeti stílusba. Itt közben beparkolják itt is a buszmegállót. Amúgy az ilyen megálló beparkolások ellen most elég komoly hadjáratot indított a Wienerlinien, ilyen nagyon komoly bírságok vannak. És akkor ha már ez így megjött ez a busz, ha a Nussdorfi villamos nem is, de itt az autóbusz járatot, kétajtós szóló merci, ezt itt fel tudjuk venni, és most már mindjárt ki is ment a busz a képből, és akkor megtudjuk ezt az épületet nézni. Hát ugye itt van, itt ugye felújításra került ez a viadukt szakasz, hiszen ráépítettek, és egyszerűen fölé lett építve ez az épület. Hát mégis nem olyan rossz megoldás, hogy beintegrálják az új épületbe a régi elemeket.
Hát úgy térbelileg jól kapcsolódik, stílusban eléggé elütt, nekem egy kicsit furcsa, de végül is így második ránézésre nem annyira rossz. Első ránézésre nem tetszett. Az elmaradhatatlan ingyenes újság. Veszünk egy ilyen OE24, a Österreich újságnak, azt hiszem annak a ingyenes, grátis változata, bár ugye ez nem mai, mert hogy szombaton videózgatok itt, és ez az újság ugye pénteki, ugye ezek az ingyenes változatok, ezek csak munkanapokon jelennek meg, és akkor itt áthaladunk a gyalog felüljárón, és itt aztán itt is minden megtalálható, utcazenélés, hegedülget a bácsi, egyúttal kerékpárút is, és csak egy pillanatra érdemes innen lenézni, az a baj, hogy ugye az nem baj, hogy beüvegezték ezt a felüljárót, viszont hogy ilyen becsíkozták az ablakot, így nem lehet rendesen lenézni, és nem lehet jól megnézni a viaduktot. Egyébként ugyanez a helyzet a túloldalon is, pedig egész jó kis felvételeket lehetne innen csinálni. Ugye a vonat, az autók, és ugye a régi viadukt vonal. Tehát ez még a fókuszt is elviszi, ez a hülye csíkozás. De mi most itt akkor tovább haladunk, és itt a felüljárón át megyünk tovább az égetőhöz. Érdemes itt letekinteni a vonatokra, nézzétek meg, hogy itt ilyen depó található, ugye arra befelé van a Franz Josef Bahnhof, és mindenféle vonatok itt megtalálhatók, és ami itt talán a legérdekesebb, itt az a mindenféle emeletes vonatok mellett, meg a Talent mellett, hogy ha oda ráközelítek, akkor ide nézzetek, itt Bécsben is a 75 éves gyermekvasutat reklámozzák a mozdony oldalán, és ez ugye nem is Magyarország felé megy ez a vonat, hanem Thuln felé közlekedik. Az előbb is láttam egy mávos Tauruszt, hát ha jól látom, akkor ez is az, és hát az ennek az apropója, hogy a futás kiegyenlítés címén így az osztrákoknak kölcsön adott a máv Taurus mozdonyokat, ugye ezt tudja az osztrák áramnemet, a 15 kV 16 2/3 Hz, hiszen járnak az ilyenek a mindenféle Eurocity vonatokkal is. Közben indul a vonat, a CityJet. És akkor innen is ránézünk, talán innen jobban kijönnek az égetőnek a színei. És innen jobban látszik már talán a torony is. Nagy arany gömb található rajta. Hát most akkor elmesélem, ha már itt vagyunk, és akkor közben azt mondom, hogy induljunk el, hogy ez ugye Bécsnek a szemétégetője, nálunk is van ilyen, ugye Rákospalotán, biztos sokan ismerik, a környékén lehet bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni, ami ugye azért jellemzően tabu téma szokott lenni. Ugye a szexuális kizsákmányolásnak az egyik helyszíne. Hát itt most nem láttam ilyet, de nem is ez a lényeg, nem is ez a hasonlóság, hanem a valaha ez a két égető mű, ez hasonlított egymáshoz, és itt is egy ilyen ipari jellegű épületnek kinéző, mint a mi rákospoltai égetőnk, úgy nézett ki ez az égető mű. Aztán mivel ugye a város az terjeszkedett, és egyre inkább körbeépült ez a rész is lakónegyedekkel, illetve hát egy fontos pihenő övezete lett Bécsnek, hiszen itt található az épület túloldalán a Donaukanál, vagyis a Duna csatorna, aminek a partja egy kedvelt pihenő terület, ezért hát fontossá vált, hogy ugye a városba egy kicsit így városképileg beintegrálják ezt az épületet, ezt a szemétégetőt, és ezért Hundertwasser tervei alapján, nem is tudom, valamikor a 70-es vagy a 80-as években ez az izgalmas, színes külső költözött ide az égetőnek a
falaira és a kéményére, és hát egy tulajdonképpen egy szemétégetőből Bécsnek egy híres látványosságává vált ez a rész. Úgyhogy hát ez az épület, ez a mű, amúgy ma is működik, nyilván nem csak szemetet égetnek, hanem más, azt hiszem, nem is tudom, olaj meg gázzal együtt, hogy jobb legyen a hatásfok, és azt hiszem, hogy 60 ezer bécsi háztartást lát el távhővel és árammal. És akkor menjünk itt közelebb, itt ilyen magas sétány található, mindenféle ilyen Kaposvárat láttunk hasonlót, ahol egy felüljáron volt ilyen zölddel, meg ilyen leülőkkel, ilyen kis padokkal, itt ilyen kis kocka leülők vannak, látjátok? Bár most csak a galambok járnak itt, azt hiszem ez ilyen forgathatós, nem? Mindjárt kipróbáljuk, aha. Még most lábbal meg tudom forgatni videózás közben. Szóval nagyon hangulatos kis rész, mert most így az időjárásnak köszönhetően inkább csak a galambok járnak itt, meg hát az a néhány járókelő, akinek éppen erre van dolga, vagy a hogy is mondjak, nem elvakult, hanem a akik ilyenkor is kijönnek futni, hát most ugye elállt az eső, úgyhogy elállt az eső, úgyhogy most ki lehetett jönni futni, én azért a futásra nem vállalkoznék. Itt a korláton mindenféle ilyen mobilitással kapcsolatos metró, kis moped, hát itt meg a zöld várossal kapcsolatos fakutya, teherbicikli, mindenféle dolog, kerekesszék, hát így ki van dekorálva ez a történet, egész jó pofa kis Ott van valami terasz, de gondolom, valószínű, hogy zárva van, lehet, hogy ott valamilyen szórakozó hely lehet bizonyos időszakokban, és nézzétek meg itt a funkcionális dolgok milyen szépen integrálva lettek a dizájnba. Próbáljuk meg felnézni a toronyra, a kéményre. Elég szép, látványos szerintem. És ha Budapesten volnánk, akkor már a megafonosok ide ki tudnának állni, és mondani, hogy Karácsony Budapestjén nem kaszálják a gaz. De hát nyilván minden nézőpont kérdése, innen tényleg ilyen gazosnak tűnik a dolog, de amúgy, ha jobban megnézzük, akkor ez egy ilyen mélegelős és jól karbantartott történetről van szó, tehát nagyjából ilyen szándékosan ilyen a dolog. Hát ugye otthon is volt, hogy mellé futottak, nem is tudom, hogy azok a megafonosok voltak-e, amikor, vagy valamelyik, vagy a Metropol újság, amikor ugye Budapest leggazosabb területét keresték, és aztán amikor kiderült, hogy megszavazták a nézők, vagy olvasók, akkor kiderült, hogy ez pont egy állami terület, és nem lehetett ráhúzni a történetet Karácsonyra, de addigra már megírták abban a propaganda kiadványban, hogy Karácsony Budapestjén gazosak a telkek, de a leggazosabb az mégse a fővárosi fenntartású történet volt, tehát ne politizáljunk ennyit, ha már kiszakadtunk itt a otthoni politikai környezetből egy kicsit, akkor ne ezzel foglalkozunk, csak hát az ember mindig hazagondol, hanem nézzük itt az alkotást, egy ilyen kellemes kis kerítés is található itt ezen az oldalon, nem a migránsok ellen épült, na már megint hazagondoltam, ugye? Ilyen kellemes kis színes, ilyen ívelt, viszonylag szabálytalan ívelt formákkal a tetején. Itt ugye Hundertwassernek ez egy fontos stílusjegye volt, hogy színes, szabálytalan formák és izgalmas terek tudtak így kialakulni. Egyébként a Hundertwasser House az egy kicsit híresebb, de azért ez is egy eléggé fontos és ikonikus épülete itt a városnak. Nézzétek meg ezt az oldalt is. Hát én nem tudok vele betelni,
fölveszek még pár vágóképet, és aztán még én gyönyörködöm benne egy kicsit, szerencsére ráérek, nem kell sietnem sehova. És mellette levő ilyen irodaház is kicsit kevésbé, de ki van dekorálva. És ugye így a teraszain ilyen kis zöld teraszok találhatók. Tetszik nekem ez a rész. Tényleg minden oldalról megcsodáljuk, itt a bejárat, hát nyilván itt nem lehet bemenni. Egyszerűen jó lenne elcsípni egy ilyennek a... Biztos van itt is ilyen, hogy be lehet látogatni bizonyos esetekben, de egyébként otthon se sikerült még elcsípni, szokott lenni különböző programok keretében ilyen látogatás az égetőbe, de nagyon hamar beszokott el, ilyen földnapja, meg ilyen alkalmakkor. És akkor itt a bejárat mellett, itt a személybejárat is, van egy ilyen nagy tabló, ahol ilyen különböző emissziós értékek és ilyen tájékoztatók vannak. Hát ugye ez nem úgy van, mint nálunk az ilyen közérdekű dolgoknál, ugye nem szokás kitenni a közérdekű adatokat, hát itt ez azért másképp van. Nitrogéndioxid, kén-dioxid, por, ez a korg, ez nem tudom micsoda, hidrogénklorid, szénmonoxid és mindenféle komoly statisztikák itt közszemlére vannak téve. Hát nem tudom, hogy mennyire frissek, ezek két, hát 2022-es és 23-asak, de hát ugye 23-nak még nincs vége. Tehát, hogy milyen időszakra vonatkozik, azt most így nem látom, de tényleg ilyen nagyon komoly statisztikák vannak itt közzétéve, és próbálják itt informálni a lakosságot, ami azért lássuk be, hogy egy ilyen ugye azért szennyező anyagokkal és veszélyes anyagokkal és hulladékkal foglalkozó üzemnél eléggé fontos. Hát mi nálunk ugye nem ez most a tendencia, mi nálunk az, hogy beintegrálták a MOL-ba a hulladékkezelést, és nem kis zavarokkal jár ez, bár még így oda nem jutottunk el, mint pár éve Nápolyban, amikor az utcán állt a szemét, de hát reméljük, hogy nem is fogunk. És itt mögöttem még egy ilyen kis apró érdekesség, egy ilyen kis leülő, ilyen árnyékoló dolgokkal, aminek a tetején ilyen napelemes történet van. Én próbáltam nézni, hogy nem egy ilyen okos park, vagy micsoda-e, ahol ugye lehet tölteni a telefont, de nincsenek ilyen csatlakozók rajta valahol. Hát gondolom, hogy itt a környéken hasznosítják ezt a nagyon nem túl sok, de praktikus ingyen energiát. Hát akkor így a videó vége felé közeledve visszatértünk ide a metróállomáshoz. Ha egy kicsit belenagyítok, akkor látszik ott a viadukt vonalnak az elágazása, ami rosszul mondtam az elején, mert tényleg elágazás volt, csak ennek első körben nem néztem egészen jól utána, bár itt ugye egy ilyen modern állomás van, de volt egy ilyen, ugye tulajdonképpen ilyen visszaforduló, ugye a Gürtel línie így visszafordult, és így a Donau-kanál mellé befordult, és a Friedrichsbrückéig ment, azt hiszem. És itt egy kis szakaszon nem csak, hogy meg tudjuk nézni a már nem használt viadukt vonalat, hanem tulajdonképpen föl is tudunk rá menni, mert hogy ezen a szakaszon itt ilyen gyalogút és gyalog és kerékpáros útvonal van. Kicsit itt teli van matricázva, az nem tudom, hogy mit jelent, de vége van a gyalogútnak, vagy a gyalogos övezetnek, és itt megint teli van matricázva, úgy látom, hogy itt közös gyalog és kerékpárút található a hídon. Hát ha már így az égető mellett így a közlekedés történettel is foglalkozunk, tehát így a helyszín izgalmas pontjaival foglalkozunk, akkor jöjjünk már föl egy kicsit ide erre a viadukt vonalra. Ugye valaha itt ugye a Stadtbahn szerelvényei
közlekedtek. Hát itt graffitikkel kicsit ki van tarkítva ez a rész, nem tudom egyébként, hogy hova vezet. Itt most mi ugye följöttünk, de maga a vonal, amikor itt még vonat járt, akkor ez itt ugye süllyedni kezdett, és ugye elérte idővel az utcaszintet. Itt látszik, hogy itt lefelé haladunk, és akkor itt van tényleg most az égetőnek most már minden oldalát meg tudtuk tekinteni, és itt kicsit így a technikai részébe is, itt a csövek meg az egyéb ilyen dolgokba is bepillantást nyerhetünk. Én nekem ez, nem győzöm hangsúlyozni, nekem ez nagyon bejön, ez a bejönnek ezek az izgalmas terek, meg a város szövetébe való integrálása a hulladékégetőnek. De nem mondom el még egyszer, mert unni fogjátok. Van mellett egy ilyen parkolóház, ez is elég szolíd stílusban van megépítve. Spittelau Park and Ride, úgyhogy itt egy óriási P plusz R parkolóház van. Érdekes lenne megnézni a használati feltételeit. Gyanítom, itt az a divat azért tőlünk kicsit nyugatabb itt a Lajtán túl, hogy az ilyet azt kedvezményesen lehet igénybe venni. Bár valószínűleg nagy lehet rá az igény itt is, úgyhogy lehet, hogy nem biztos, hogy olyan nagyon olcsó. De hát ezt most így nem tudom, ha látok valami kiírást, akkor majd elmesélem még így a videó legvégén, mert hogy most még így mielőtt lezárom a videót, szeretnék ide a Dónaukanálnak a partjára, a Duna csatornának a partjára lemenni. Korábban említettem, hogy az irodaház is így ki van díszítve, már nem annyira gazdagon, mint maga az égető műrész. Akkor itt a régi viadukt vonal, ahogy halad lefelé a Duna mellé, vagy a Dónaukanál mellé, és akkor itt a parkolóház oldalán pedig egy ilyen érdekes ilyen kicsúcsosodáson egy ilyen érdekes falfestmény, ahogy egy kéz így a kutya arcát így lefogja, nem tudom, hogy ez mit csinál, a kutya vicsorít, hát, hogy ez valami. A gazda éppen fegyelmezi a kutyát, vagy valami harci cselekmény, ezt így nem tudom megállapítani. És akkor itt is azért a sétány úgy van kialakítva, hogy ilyen szép zöld részek vannak. Ugye annyi hely van hagyva a közlekedésnek, hogy kényelmesen elférjenek konfliktus nélkül a kerékpárosok és a gyalogosok, de így a oldalt egy ilyen kis díszfüves zöld sáv található. Egyébként az égetőnek ezen az oldalán már volt egy kis szemét szagot, a túloldalon ott egyáltalán nem lehetett érezni, hát gondolom ezen az oldalon van a depó, és itt haladnak be a szemétszállító autók, és itt egy kicsit kihozza a szél, de egyébként nem volt olyan nagyon vészes, és akkor itt haladunk lefelé a viadukt vonalon, már mindjárt elérjük az utcaszintet, de hát akkor egy kicsit fordítok a kamerán, mert itt már vannak izgalmas dolgok, itt tulajdonképpen már a Dunapartra fogunk lassan érkezni, és pontosabban a Duna csatorna, ugye, ami itt Bécs belső részén vezet végig, itt is a nem tudom, hogy milyen Urbi Island, nem tudom milyen épületnek az oldalán izgalmas falfestések, így a nőnek a fejéből száll ki a nem tudom milyen madár, elsőre cinkének néztem, de nem pont cinke, vagy valami spéci fajta. Most hát itt van a Dónaukanál, szép kis Dunapart. Eléggé ki van itt ez a rész építve, lehet, hogy lejjebb, kicsit természetközelibb, bár aztán meg ugye jön a belváros, ott megint inkább kiépített, de elég szép zöld város ez a Bécs, úgyhogy ebből a tekintetben szeretem.
Budapestnek is vannak hasonlóan érdekes és zöld és szép és kellemes pontjai, de talán nem ennyire összefüggő a zöld hálózat. És hát tulajdonképpen én most már befejezem ezt a mostani videót, visszajövök ide a viaduktra, és hát azt hiszem, hogy megköszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy nektek is tetszettek ezek az izgalmas terek, és izgalmas épületek, és izgalmas sztorik. Jövök még ebből a rövid kis látogatásból, jövök még Bécsből néhány hosszabb, rövidebb videóval, még nem tudom, hogy hány lesz belőle, több témát találtam, ami érdekes. Hát kellemes időtöltést nekem, és nektek is kellemes időtöltést, ha amennyiben lehetőségetek van rá. Ugye én most ezt hétvégén veszem föl, tehát kívánhatok jó hétvégét, bár lehet, hogy valamelyik hétköznapi napon fog ugye a nézők elé elétek kikerülni. Még egyszer köszönöm a figyelmeteket, Rikári voltam Bécs Pitlauból, és hát kalandra fel, tartsatok velem a következő videóban is. Sziasztok! Csüssz!